Szép jó estét kívánok, kedves hölgyeim, tisztelt uraim! Örömmel látom, hogy ilyen sokan elfogadták meghívónkat az ünnepi alakuló ülésre. Első cselekedetem az, amit önöknek is ajánlok, hogy nyúljanak a mobiltelefonjukhoz és nézzék meg, hogy le van-e halkítva, hogy esetlegesen ne zavarja az ülésünket. Mert bármi fennkölt ünnepi az az összejövetelünk, azért van hivatalos része is, és az első szakaszban ezen kell átestünk. Rögtön először meg kell állapítanom a határozott képességet, úgy látom, hogy ez 100%-os, úgyhogy minden képviselő jelen van. Jelzők, hogy hitelesítőket kell választanunk. Szeretném javasolni Kántor Katalint, valamint Szapmári Gyulát. Nem nagyon ellenkeztek, úgyhogy szavazunk is rögtön erről, hogy elfogadják-e a képviselőtársaság, hogy ők legyenek a jelzőkő hitelesítő, amennyiben igen készfelemeléssel jelezni szíveskedjenek. Köszönöm szépen. Örülök, hogy a nézők is, illetve a részvevők is szavaztak. Ez nem nézülés, hanem testületi ülés, úgyhogy a szavazás az csak ránk vonatkozik. A szavazás az október 12-én volt. A mai napnak van egy ünnepi része, ahogy mondtam, majd tartunk egy szünetet. A szünetet követően a képviselőtestület átvonul a Városháza dísztermébe, Újvári termébe, és ott már mint egy 10 napi rendi pontot meg is fogunk tárgyalni, majd még egy szünet következik, és szóban még egy testületi ülést összehívom, és annak is lesz egy zárt napi rendi pont tárgyalása. Napi rendi pontokat a képviselőtársaim előre megkapták, illő megkérdeznem, hogy képviselőtársaim közül van-e olyan, aki szeretne javaslatot tenni más napirendi pontra, vagy módosítani, nem látok. Kérem, hogy készfelemeléssel a képviselőtársaim jelezik, hogy elfogadják-e megtervezett napirendi pontokat. Igen, ellene egy, tartózkodás egy. Köszönöm szépen. Tisztelt jelenlévők, engedjék meg, hogy még tisztelettel köszöntsem körünkben Dr. Balthaser Júliát, a helyi választási bizottságnak az elnökhelyettes asszonyát. Ő fogja elmondani a bizottság elnökének a távollétében az értékelését a választásnak, valamint őrá olyan feladatok várnak még, hogy a megbízó levelek átadása, valamint az eskütétel a képviselők részéről és a polgármester részéről. Még mielőtt valakiben kétség merülne föl, hogy a mai ülésünk jogszerűen van-e megtartva, a kezemben tartom az ítélőtáblának a mai határozatát, miszerint teljesen nagy jogbiztonsággal tarthatjuk meg az ülést. Az ítélőtábla a beadványokat, melyek a választás megsemmisítésére vonatkoztak, elutasította, és ennek már nincsen jogvesztő hatálya, tehát ezzel nem felebezni nem lehet. Akkor szeretném... Szeretném felkérni elnök helyettes asszonyt, hogy váradjon a színpadra és a feladatának tegyen elejét. Köszönöm szépen! Tisztelettel köszöntöm a megjelenteket! Engedjék meg, hogy rövid áttekintést nyújtsak a polgármesterek és a helyi önkormányzati képviselők 2014 évi választásának lebonyolításáról és eredményéről Dombóvár városa tekintetében. A választás napját megelőző 50 napos kampányidőszakban a helyi választási bizottság 13 alkalommal ülésezett. Az alakuló ülésen került sor az elnök és elnök helyettes megválasztására. A jelöltállítási időszakban a bizottság fő feladata a polgármester és a képviselőjelöltek nyilvántartásba vétele volt. Az ajánlatgyűjtést minden a választáson jelöltként indulni kívánó választópolgár sikerrel teljesítette, valamennyi igényelt ajánlói határidőre visszaérkezett, így nem volt szükség bírság kiszabására. A Jobbik,
a természetesen Dunduvár Közéleti Egyesület, illetve a Fidesz-KDNP jelöltjei kívül két választópolgár gondolta úgy, hogy független jelöltként megnyeretteti magát a kettes, illetve a hatos választókerületekben. A későbbiek során azonban az egyikük visszalépett. Az említett jelölőszervezetek kompenzációs listát is állítottak. A jelöltek szavazólapon megjelenő sorrendjét a bizottság sorsolással állapította meg, a törvényi rendelkezéseknek megfelelően az esélyegyenlőség biztosítása jegyében. A bizottság a választási időszakban kiegészül a jelölőszervezetek delegátjaival, akik tevékenyen vettek részt a bizottság munkájában. Az intenzív kampány során a versengő jelölőszervezetek több alkalommal is találtak kifogásolni valót egymás, valamely kampányeszközével kapcsolatban. Összesen 9 kifogásnak minősülő jogoslati kérelmet bírált el a helyi választási bizottság. Ebből 5-öt a Fidesz dombovári szervezete, 4-et pedig a természetesen dombovári jelöltjei terjesztettek a bizottság elé. 2 beadványt a bizottság másik választási szervhez tett át elbírálásaira. A Fidesz helyi szervezet által benyújtott, a természetesen dombovári jelölőszervezet kampánytevékenységével összefüggő kérelmek közül a bizottság egyet érdemi vizsgálat nélkül utasította el, egynek helyt adott, 2 esetben pedig nem állapított meg jogszabálysértést. Fellebezés eredményeképpen a Tolna megyei területi választási bizottság a kifogásnak helyt adó döntést megváltoztatta, mivel nem talált törvénysértőnek egy közösségi oldalon megjelenő közleményt. Az egyik elutasító döntés ellen is jogorvoslattal fordultak a kifogást benyújtók, azonban mind a megyei választási bizottság, mind a pécsi ítélőtábla jogszerűnek ítélte a dombovári választási bizottság azon döntését, amely választási szempontból jogilag megfelelőnek találta a természetesen dombovár nép használatát az érintett jelölőszervezet részéről. A tőti kifogás a Fidesz által kihelyezett 2 választási plakáttal, illetőleg az egyik egy helyi hirdető újságban megjelent 2 politikai hirdetéssel kapcsolatban érkezett. A Fidesz polgármester jelöltjét népszerűsítő Molinók kifüggesztésében a bizottság először nem talált kivetnivalót, melyet a magasabb szintű jogorvoslati fórumok is megerősítettek. Az elhelyezést később mégis jogsértőnek találó bizottsági határozatot a területi választási bizottság megváltoztatta, és a Molinók kihelyezését összeegyeztethetőnek minősítette a választási eljárási törvénnyel. Politikai hirdetések kapcsán a helyi választási bizottság valótlan tényállítás miatt kétszer is megállapított jogsértést. A második alkalommal bírság kiszabásáról is határozott. A Tolna megyei területi választási bizottság nem értett egyet ezzel a döntéssel, azonban a pécsi ítélőtábla a dombovári választási bizottságnak adott igazat azzal, hogy a bírság összegét a minimálbér 5-szöröséről a 3-szorosára mérsékelte. Egy kifogás a szavazást követően került benyújtásra. Az egyik jelölőszervezet a választási eljárás megsemmisítése és a szavazás megismétlése iránt terjesztett előindítvány. A helyi választási bizottság nem találta megalapozottnak a kifogásban előadottakat, ezért azt elutasította, amely döntést a területi választási bizottság és az pécsi ítélőtábla is osztotta. Összegezve, a helyi választási bizottság által hozott kifogást elbíráló határozatból
3 fellebezés benyújtása nélkül emelkedett jogerőre. Fellebezés folytán a Tolna megyei területi választási bizottság a helyi választási bizottság 6 határozatáról foglalt állást. 3-at helyben hagyott, 3-at megváltoztatott. A területi választási bizottság 4 döntése ellen kértek bírósági felülvizsgálatot. 1 érintettség hiányában elutasításra került. 2 helyben hagyó döntést az ítélőtábla is helytállónak minősített. Ezek közül az egyik az a határozat volt, amely a megyei döntés megváltoztatott, ezt a döntést azonban az ítélőtábla nem fogadta el, a kirott bírság összegének mérséklésével a Dunavári Városi Helyi Választási Bizottságnak adott igazat. A választás napján a szavazásra jogosult választópolgárok száma Dombomáron 16.207 fő volt. A szavazóhelyiségekben 7.434 választópolgár járult az urnákhoz, így a részvételi arány 45.86%-os volt, amely a 2010 évi önkormányzati választás 44.43%-os részvételi arányához képest csekély növekedést jelent. A választás napján a szavazókörökben rendkívüli, a választás tisztaságát sértő eseményről bejelentés nem érkezett. A polgármester választást 3700 érvényes szavazattal, a szavazatok 50.42%-ával Szabó Lórend, a természetesen Dombóvár Közéleti Egyesület jelöltje nyerte meg. Vida Tamás, a Fidesz Magyar Polgári Szövetség és a Keresztény Demokrata Néppárt jelöltje 3170 szavazattal, 43.2%-kal, Kántor Katalin, a Jobbik Magyarországért mozgalom jelöltje 468 szavazattal, 6.38%-kal zárta a választást. Az egyéni választókerületekben a következő választópolgárok szereztek egyéni képviselői mandátumot, valamennyien a természetesen Dombóvár Közéleti Egyesület jelölteként. Az egyes számú választókerületben Molnár Tünde, ával a szavazatoknak. A kettes számú választókerületben Simon István 45.04%-ával. A hármas számú választókerületben Szatmári Gyula 44.47%-ával. A negyedik számú választókerületben Tóth Gyula 49.89%-ával. Az ötödik számú választókerületben Tigelman Péter 48.4%-ával. A hatos számú választókerületben Talapka Rudolf 42.56%-ával. A hetedik számú választókerületben Berta János 48.46%-ával. A 8-as számú választókerületben Kis Béla
szavazatok 50,37%-ával. Az egyéni választókerületekben mandátumot nem eredményező szavazatok a kompenzációs listákon töredék szavazatokként kerültek beszámításra. Az érvényes töredék szavazatok száma és kompenzációs listán elnyert mandátumok az alábbiak. A Fidesz-KDNP 2921 szavazatot kapott, így két mandátumot szerzett, mely mandátumokat Vida Tamás és Kerecsenyi Márton kapta a bejelentett kompenzációs listából. A Jobbik 790 szavazattal egy mandátumra lett jogosult, amely alapján Kántor Katalin került a képviselőtestület tagjai sorába. A 2014 évi polgármester és egyéni képviselőválasztás eredményes volt. A választás eredményét megállapító döntések ellen benyújtott fellebezést a Tolna megyei területi választási bizottság érdemi vizsgálat nélkül elutasította, így a közölt eredmények jogerősek. A megválasztott polgármester úrnak, a képviselőasszonyoknak és uraknak gratulálok. Mindannyiuknak kívánom, hogy képviselőtestületi munkájuk során legjobb tudásuk szerint tevékenykedjenek, kellő együttműködéssel tartsák fent a testület törvényes és eredményes működését. Munkájuk során első és legfontosabb szempont mindig és mindenkor Dombovárváros töretlen fejlődésének biztosítása és a dombovári lakosok életkörülményeinek javítása legyen. Eredményes munkát kívánok a képviselőtestületnek az elkövetkezendő 5 éves ciklusban. Végezetül, de nem utolsó sorban szeretnék köszönetet mondani a Városháza Választási Irodai munkatársainak, akik háttérmunkájukkal, sokszor munkaidejüket jóval meghaladó időben előkészítették, segítették a helyi választási bizottság munkáját. Szeretném átadni a képviselőtestület, illetve a polgármester úr megbízó levelét, és a szólítás örömére kérem, hogy jelenjenek meg, vagy fáradjanak fel az átjutás, a megbízások átjutásokat. Molnár Tünde. Szakmári Gyula. Tigelman Péter. Tanapkaridól.
Kis Béla József. A megbízó levelek átvételét követően én megkérem a képviselőtestület tagjait szíveskedjenek felelni és képviselői esküjüket megtenni. Én becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak alaptörvényéhez hű leszek. Jogszabályait megtartom, és másokkal is megtartatom. Képviselői tisztségemből eredő feladataimat Dombóvár fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem. Tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. És az esküvő meggyőződése szerint Isten engem úgy segítsen. A képviselőtestület tagjainak esküvőtételében most felkérem polgármester urat, Szabó Lórándot, a polgármesteri esküvőtételében. Én Szabó Lórán becsületembe és lelkiismeretembe fogadom, hogy Magyarországhoz és annak alaptörvényéhez hű leszek. Jogszabályait megtartom. És másokkal is megtartatom. Polgármesteri tisztségemből eredő feladataimat. Dombóvár fejlődésének előmozdítása érdekében. Lelkiismeretesen teljesítem. Tisztségemet. A magyar nemzet javára gyakorlom. Szeretnék elmondani, hogy a tiszteletére
maga! Boldog a gyerek tovább! Szemmel ülök a fényben, rózsafa ugrik át a sövényen, ugrik a fény és gyűlik a felle, surran a villám, s már feleséget, már feleséget, fenn a magasban, fenn a magasban, dörgedelem vad, dörgedelem vad, dörgedelem vad, dörgedelemmel kék jele hervad, kék jele hervad, lenn a tavaknak, lenn a tavaknak, s tükre megárad, tükre megárad, jöjj be a házba, jöjj be a házba, vesd le ruhádat, vesd le ruhádat, már esik is kint, már esik is kint, már esik is kint, vesd le az inget, mossa az eső, mossa az eső, össze szívünket. Évek ne a keserűséget teremjék benned, a mérget, hol szeretet van, ott szeretet van. És nem csak abban, ahogy mindegyik gondolatban másokért dobban a költő szív szakadatlan, ahogy az anya is ott lüktet végig a magzatban, hol szeretet van, ott szeretet van. Nem csak mikor az ujjak mellkukolákra simulnak, s forró szerelmi vágyban, tüzesedve a lázban, hevülnek vörösre gyúlva, akár az űrhajó burka. Hol szeretet van, ott szeretet van. S fönnmaradt holtodiglan. Nem számít, hogy a vágytól feszülő kupolából maradt csak roskat sátor az időviharától, s már nem az ujjak, dermedt pillantások simulnak enyésző testmezőkre, míg eltűnnek örökre. Hol szeretet van, ott szeretet van. Nem csak az estben aláhulló behelyben, e már is tökéletesben, mert arányaiban jövendő világok váza, és remekben, mert símulásában, arcodra hullásában, ahogyan gyöngéden megérint az égben, abban szeretet van. Hol szeretet van, puska nem dörren, vér nem fröccsen, nem sújt tudatlan, ököl sem váratlan, edényeit a vér nem hagyja el a testben, kering erekben, nem buzog sebekben, torkolattüzek ibolyákban égnek csak szelíd lángban. Hol szeretet van, ott szeretet van. Szamulc a fej a vércsepp, igézve nézed, láthatsz fűszálat, áldott sörényes fákat, tornyokat, kupolákat, de sehol katonákat. Hol szeretet van, nem baj, hogy más vagy, más a honod, a templomod, s nyelvedben, lélek emelte versedben, másként zendülnek az igék, csendülnek rímharangok, hogy mongolos az arcod, szabad, hogy a szavak hozzád vonuljanak, mint hegyből a nyáj,
és senkinek se fáj, hogy bennük még véreid rakta, Szent István látta tüzek parázslanak, Mátyás felhői gomolyganak, budai paribák fújnak, holtakért gyertyák gyúlnak, ott nem félsz, élsz, csillagfénnyel a szemedben, nem gyűlöletben, hisz tudják, tüdőhal vágnik, szívmoraj hallik, oxigéntüzek égnek benned is, piros kékek, s lám arcodon is közös a bélyeg. A halál sütötte enyészet, nézheted, mint állat bőrén a jelet, hol szeretet van, elpusztíthatatlan, úri áradatból, az időfolyamból aranyszemcséit kimoshatod, s a világot belőlük összerakod. Mint ködből a tornyok, felhőkből az ormok, ember stáj előragyom. Megláthatod minden keservek könnyét, fájdalmak fekete gyöngyét, mert minden, mi kín, a lélek fény útjain hozzá is átszáll. Veled is munkál, fáj, bárhol a zsarnok, égetnek szenvedő arcok, szemükből a kiáltás, roncsoló sugárzás, fenyőtű hördül törten, füst folytva a völgyben, zengő kövekből hallik, vizeken halál iramlik, rémülten hordott kozmikus sorsod, mint a bogár, ahogyan löki, viszi a folyam, sodorja hult falevélen. Nincs menekvés földön, égen? Kérdel esettem, félelem sebzetten, időszegekkel verten a létkereszten, már-már abban a végső pillanatban, ahonnan tovább nincsen. És ekkor fénylik fel Isten lelkedben, minden sejtetben. Általa emberré épülsz, már csak a jóra készülsz, röpít a kegyelem, gyorsan, aranyló hitburokban, virágzó, békét sugárzós, mint betlehemi fényözön, elönti bensődet az öröm, hogy benned szeretet van, kiabadhatatlan. Látod, hogy növi be a világot, mint fénylő moha, arcok s virágok mosolya, halál nem rettent, zsergent, a jóra törekedhetsz, másokért cselekedhetsz, nyújtod a kezed, s tenyeredbe veszed akár egy cinege madárkát a földet, ezt az árvát, ezt a vergődőt, vérzőt, lángokban égő csapzottat, meggyalázottat, símítod, ne remegjen, gyógyuljon, ne ernyedjen, úrifán fényesedjen, csak arról énekeljen, ahol szeretet van, remény és jövő van.
Kedves jelenlévők, mielőtt a polgármesteri program beszédem következne, kérem engedjék meg, hogy köszöntsek körülben egy igazi domovári lokálpatriótát, Tóth György urat, nyugalmazott katonatisztet, aki arra kért lehetőséget, hogy pár percben szóljon önökhöz. Kérem Tóth úr, pár legyen fel a színpadra. Feleségemmel együtt azok közé tartozom, akik október 12-én a természetesen Dombóvár jelöltjeire szavaztak. Talán nem leszek fogadatlan prókátor, de úgy érzem, azok nevében is beszélhetek, akik a természetesen Dombóvár jelöltjeire adták le szavazatukat. Igaz, ezzel nem bíztak meg engem, de sors közösséget vállaltunk, és a munkánk, a szavazatunk elérte a célját, meg tudtuk változtatni 4 év után Dombóvár képviselő testületének arculatát. Mindenek előtt azok nevében, akik a természetesen Dombóvár jelöltjeire szavaztak, hadd gratuláljak itt, ezen az ünnepélyes aktuson, amelynek örülök, hogy önökkel együtt részese lehettem, az újra megválasztott polgármesternek és az önkormányzat új és régi képviselőinek, megválasztott képviselőinek, akik jelenlétünkben vették át a képviselő megbízó levelüket. Ami a jövőt illeti, azt gondolom, nem vagyok egyedül. Ha arra biztatjuk a polgármesterünket, a megválasztott önkormányzati képviselőket, hogy párthovatartozásukat félretéve elsősorban a város érdekét tartsák szem előtt, a város fejlődéséért, gyarapodásáért, úgy, ahogy azt városgyarapítóként ígérték, ahogy a garancialevélben fogadták, ilyen aspektusból, ebből az alapállásból végezzék nehéz, áldozatos munkájukat. Arra kérem, és biztatjuk a polgármester urat és a képviselő testület minden egyes tagját, hogy a város egész lakosságának érdekében, ne csak azoknak az érdekében, akik rájuk adták személy szerint a szavazatukat, hanem azoknak az érdekében is, akik esetleg nem rájuk szavaztak, és azoknak az érdekében is, akik nem éltek szavazati jogukkal. A város egész lakosságának, a város 3/3 érdekében dolgozzanak, munkálkodjanak és szolgáljanak rá arra a bizalomra, amely az október 12-i voksokban fogalmazódott meg a város lakossága választó polgárai részéről. Azt kérem, és azt kérjük az új testülettől, hogy tegyenek meg mindent,
ami tőlük telik, képességeik szerint, a város jövője, gyarapodása érdekében a következő 5 esztendőben, amelyre mandátumot kaptak. Köszönöm, hogy meghallgattak, nagyon jó egészséget kívánok a polgármester úrnak és a képviselőtestület minden tagjának, és kérem, hogy becsülettel, képességeik szerint elkötelezettem végezzék a következő 5 esztendőben a munkájukat. Kedves Dobovária honfitársaim, tisztelt elnökhelyettes asszony, tisztelt jegyző úr! Mondhatni nem szokványos az, hogy egy választási eredménynek kétszer örülhetünk. Október 12-én az önfelett örülés éjszakája volt, ma este pedig a megkönnyebbült örülés pillanatai éljük át most is. Most már nyugodtan kijelenthetjük, hogy az önkormányzati választás abszolút győztese a természetesen Dombóvár városgyarapító csapata. Minden egyéni körzetet és a polgármesteri címet is elhódítottuk. Azért egy rövidke mondatot engedjenek meg az elmúlt 2,5 hét történéseivel kapcsolatban. Akik ez űrzavart okozták, próbáljanak meg a lelkismeretükkel elszámolni, és nyugodjanak meg végre, fogadják el a választási vereségüket. Akkor innét kezdve nézzünk előre, csak előre. Remélem, pár hónap múlva ismét lesz egy olyan párbeszédben részem, mint 2003-ban, amikor hasonló arányban többségünk volt a képviselőtestületben. Az utcán megállított egy ismerősöm, és kérdően rám ripakodott. Teljesen ki vagyok akadva, hogy milyen testületi üléseket látok a tévében. Ez nézhetetlen. Mi a probléma? Kérdeztem vissza. Annyira unalmasak az ülések, minden szinte egyhangulag megszavaztok, nincs semmi veszekedés. Az előző ciklusban sokkal izgalmasabb volt. Tudtam volna válaszolni az illetőnek, de mondandómat inkább magamban tartottam. Tehát most egy hasonlóan nyugodt, békés, építkező időszak előtt állhatunk, melyre tudom, már nagyon vágytak önök is. Engedjék meg, hogy röviden vázoljam a következő időszak fontosabb teendőit. A mai alakuló ülésen elkezdjük a szervezeti rendszer kiépítését. Egy dolgot mindenképp szem előtt tartunk, a mi képviselő testületünk olcsó működését, mint az előző. A természetesen Dobovár képviselői nem a saját zsebeiket, hanem a város szeretnék gyarapítani. 3 bizottság helyett csak 2-ben gondolkodunk, és a 2 bizottság, humán és gazdasági is kevesebb létszámmal kezdi meg működését. Munkámat 2 társadalmi megbízatású alpolgármester segíti. Egyik a szociális ellátásokért, intézményekért felel, a másik pedig a gazdasági társaságainkat felügyeli, a foglalkoztatás bővítéséért fog dolgozni. Én sem fogok tétlenkedni. A következő ciklus nagy pályázatait, beszerzéseit és beruházásait készítem elő. Mert tudjuk, hogy rendelkezünk egy nagyszerű fejlesztési tervvel, az Ivanics tervvel, melynek megvalósítása nem lesz kis feladat, de szeretjük az ilyen kihívásokat. A civil szervezetekre, mint egyenrangú partnerekre tekintünk. Fontosságukat mutatja, hogy velük a kapcsolatot egy tanácsnok ápolja, akihez bármikor kéréssel fordulhatnak, információt kérhetnek tőle. Szeretném kihangsúlyozni, hogy nem engedjük, én sem engedem a pozíciók halmozását, minden képviselő csak egy tiszteletdíjas funkciót vállal. Az új szervezeti rendszerben számítok a Jobbik képviselőjének munkájára is, előzetes egyeztetésünk alapján a humán bizottságot erősíteni. Vae victis, jaj a legyőzötteknek, tartja egy régi római mondás. Nagy hiba lenne, ha mi is most így gondolkodnánk. Ezért mihelyst
végleg letisztázódik, hogy a Fidesz kiképviseli a testületben, számukra is lehetőséget adunk a feladat végzésre. Mi mindenkivel együtt fogunk működni, aki a város érdekét képviseli. Kedves barátaim! A kampányunk során világossá tettük, hogy milyen intézkedéseket tervezünk. A garancia levelünk 12+1 pontja továbbra is szentírás számunkra. Az elmúlt napok történései alapján egy pont megvalósítása okoz némi fejfájást, ez pedig nem más, mint az intézmények környékén az internetes wifi hálózat kiépítése. Úgy látom, hogy kormányunk az internet adó bevezetésével próbál némi akadályt gördíteni, ahelyett, hogy arra törekedne, hogy hasonló kezdeményezés rengeteg legyen az országban. Ma az internet vált a leghatékonyabb információs eszközzé, és az oktatás is elképzelhetetlen nélküle. Aki ma az internetre felesleges terheket pakol, az a jövőnket zárja egy lengő kalodába. Na nem baj, majd ezen a gondon is átlépünk. Még az idén döntünk több adónem kedvezményről, módosításról. És ezt nem népszerűség növelés miatt tesszük, hanem mert hiszük és reméljük a helyi gazdaság megélénkülését és több lakossági építkezés indítását. Unalasban megszüntetjük a magánszálláshelyek idegenforgalmi adóját. A fürdőtelepi állandó lakosok részére az építményadó ugyanakkora mértékű lesz, mint a belvárosi kommunális adó. Biztosak vagyunk abban, hogy a most pangó unarasi ingatlan piac így meglendül, és sok fiatalnak jelenthet elindulási pontot a méretében nem nagy, de mégis családi házas jellegű nyaralóba költözés. Látjuk, hogy földünk időjárása mennyire szélsőségessé vált, soha nem látott méretű eső, havazások gondjaival kell megbírkoznunk. Ebben a helyzetben ki kell mondanunk, hogy Dombováron mindenkinek kötelező a nyílt árkos vízvezető hálózat kiépítése, és a munkára 2 évet biztosítunk. Ez persze nagy feladat lesz, ezért aki komolyabb beruházásba fog, annak az időszak alatt 50%-ot elengedünk a kommunális adójából. De munka még ugyanilyen feltételekkel bővíthető lesz járdafelújítással is, melyre nagy szüksége van városunknak. Kedves dombovári szépkorúak! Önök tudják, hogy mindig óriási szeretettel és tisztelettel nyilvánultam meg az irányunkba. Úgy érzem, ezeket az érzéseket mindig viszonozták számomra, és nekem ez nagyon-nagyon bizsergető érzés. Sokan tudják rólam, hogy a sok focizás miatt az egyik pércalagom meggyengült. 2 ok miatt fogom megműtetni magamat. Egyrészt, hogy újra focizhassak, másrészt, hogy a szokásos, hóvégi idősebb buliában fel tudjam venni a versenyt a nyugdíjasainkkal, amikor berántanak egy kis rock'n'rollra vagy mulatósra. Még egyszer nem hagyom magam letáncolni, mint a múltkor. De hogy konkrétumokat is említsek, fenntartjuk a 65 éven felüliek 50%-os, a 70 éven felüliek 100%-os kommunális adókedvezményét. Rászoruló nyugdíjasaink részére havonta 4 ingyenes retúr taxijegyet biztosítunk. Ennek segítségével költségmentesen közlekednek orvoshoz, gyógyszertárba, idősek napközi otthonával. Az elmúlt 4 évben kivívott szociális kedvezményeinket fenntartjuk. Továbbra is adjuk az iskolakezdési támogatást, kedvezményt a diákétkeztetést, az idősek bentlakásának díjával és az önkormányzati lakbérekkel kapcsolatban. Még egyszer nem fordulhat elő, hogy az adósságkezelési szolgálatot megszüntessék. Garanciát vállalunk a dombovári rezsicsökkentésre. Nos, kedves dombováriak! A mai nappal városunknak lezárult egy vészterhes korszaka. Óriási köszönettel és hálával tartozom mindazoknak, akik felismerték azt, hogy változtatnunk kell, és választási döntésükkel a helyzet javulásán egy nagyot lendítettek. Viszont azok is nyertesek lesznek, akiknek nem voltunk szerethetőek, netán még a fejüket is elfordították tőlük. Mindannyian érezniük kell, hogy holnap egy szabadabb Dombovárra ébredünk, egy nyitottabb Dombovár köszön bennünket, ahol a nyilvánosság eszközei, a helyi tévé, újság, megújult weboldalak cenzúra nélkül pontják magukból az információt. Végül engedjék meg, hogy a városgyarapítók hozzátartozóihoz fordulja. Nélkületek nem sikerült volna egy nagyszerű eredmény.
Tudom, a sok távolétért, idegeskedésért nem kárpótlás egy szál virág, de mégis apró kis figyelmesség egy nagy köszönöm jelképe. A piros színe szeretetünket fejezi ki. A zöld szára viszont azt, hogy szabad a jelzés, elfogadjátok, hogy a következő 5 évben sokszor lesz az, hogy egy-egy családi vagy magánprogram helyett a hivatalosat kell választanunk. De tudnotok kell, hogy jó ügyet szolgálunk, és ezt közösen veletek tesszük. Köszönetet nem várunk, hálát nem kérünk, csak sok-sok lájkot a természetesen Dombovár Facebook oldalára. Ország, ahol
Kedves hölgyeim, tisztelt uraim, az alakuló ülésünk első része ezzel véget ért. Pár perces szünet következik. Kérem, hogy fáradjanak ki velünk az épület előtti megújult térre, és fogadjanak el tőlünk ebben a kinti dermesztő hidegben egy pohár forral bort, kocincsuk a következő 5 évben. Kérem, fáradjanak. Még egyszer tisztelettel köszöntök mindenkit, akkor az új képviselőtestület megkezdi a munkáját, ahogy már megszavaztuk a napirendeket, az alapján haladunk, illetve, hogy mondtam, a végén még egy szóbeli testületet össze fogok hívni, és zárt ülésen egy napirendi pontot fogunk megtárgyalni, szóval fogom előre. Első napirendi pontunk a szervezeti és működési szabályzatnak a módosítása. Ebben kerül meghatározásra a két alpolgármester, annak munkaköre, a civil tanácsnok, annak feladatköre, és a szervezeti rendszerhez kapcsolódó két bizottságnak a felállítása. Mint ahogy a programbeszédemben is mondtam, egyszerűsítettük a szervezeti rendszert azzal, hogy egy pénzügyi gazdasági bizottság és egy humán bizottság következő ciklusban. Egy rendeletről kell szavaznunk, illetve egy határozatról. A határozat ugye arról szól, hogy a képviselőtestület felhatalmaz, hogy a következő 4 hónapban, igen, február 28-ig, az nagyjából 4 hónapban az SMS-nek a teljes felülvizsgálatát végezzük el és hozzam a képviselőtestület felé. Szeretném megkérdezni, hogy van-e valakinek kérdése a előterjesztéshez kapcsolódóan, hozzászólása. Egyiket sem látom. Először a határozati javaslatról szavazunk. Mehet. Mert mondom, hogy értelemszerűen jelzett egy képviselőt maradtak, tehát erről nem kell döntenünk. Polnár Tünde, Tarka Rudolf, 10-1 arányban. És most akkor a rendeletmódosításról szavazunk. Köszönöm szépen, hogy zárhatjuk. Szavazatszámláló bizottságot kell létrehoznunk, hiszen maga a bizottságok még nem alakultak meg. Tessék? Kerületeket összehozni. Hát csináljátok, csak haladjunk közben. A szavazatszámláló bizottságokra tennék javaslatot, illetve a tagjaira tennék javaslatot, hiszen kell majd választanunk a polgármestereket. Személy szerint javaslom a szavazatszámláló bizottságba Vida Tamást, nem tudom, elfogadja, Kántor Katalint és Simon István. Szavazhatunk-e egyben, valakinek gondja van ez egybe szavazás miatt, akkor kérem a szavazatszámláló bizottságra, hogy szavazzunk. Elfogadtuk, és a bizottság tagjai egymás között választanak, úgy tudom, szóvivőt, kvázi elnököt. A társadalmi megbízatás alpolgármesterek megválasztása a következő, mely titkos szavazással történik. A humán területnek a feladatára és egyben általános helyettesemnek szeretném javasolni Kis Béla képviselőtársamat, gazdasági alpolgármesternek szeretném javasolni Tigelman Péter képviselőtársamat, mindkettő társadalmi megbízatásként, tehát nem főállásban látná a feladatot. Kérdezem először Kis Béla urat, hogy maga a jelölést vállalja-e. Igen, köszönöm. Tigelman Péter, kérdezem, vállalja-e a jelölést. Igen. Köszönöm szépen. És akkor most következik egy szünet, amikor a szavazást lebonyolítjuk. Farkas Szabó Andrást szeretném megkérni, hogy röviden a technikai feltételeket hol, melyik helyiségben. Ott, illetve a szavazólapokról két mondatot, hogy hogyan is szavazunk. Két külön szavazólap van a két alpolgármester jelölt számára. Szavazni igen vagy nem benne lehet, tehát tartózkodásra nincs lehetőség. Féltemszerűen a megfelelő négyzetbe kell két egymás vonalat venni. Köszönöm szépen, a szavazás idejére szünetet rendelek el. Kérem, hogy a szavazatszámláló bizottság kezdje meg a munkához. Igen.
adtak szóidőnek, Simon István úrnak adom meg a szót, parancsoljon. Kérem ismertesse a szavazás eredményét. Társaim, úgy döntöttek, hogy én legyek. Kérem bekapcsolni a Jó, most már jó. Társaim, úgy döntöttek, hogy én legyek a szószóló a szavazás kérdésében. A szavazáson 11 ember szavazott, minden szavazat érvényes, egyetlen egy szavazat nem lett leadva, tehát a 12-ből. Kis Béla esetében 9 igen szavazat és 2 nem szavazat, és Digerman Péter esetében szintén 9 igen és 2 nem. Egyébként ezek a szavazatok érvényesek mindegyik. Köszönöm szépen. Ismét egy technikai információ, amúgy ha a képviselőtársam elfelejti benyúlni a backbombot, akkor a kolléganők is betudják a géppel. Úgyhogy egy 3-4 másodperces késéssel, ami megjön a hang, hogyha véletlenül eljön. Ma ugye az esküknek a napját, estét éljük. Szeretném kérni a két alpolgármester urat, hogy fáradjanak ide közébe, és akkor lesz az eskü. Megtartatom. Alpolgármesteri tisztségemből. Eredő feladataimat. Dombóvár fejlődésének. Előmozdítása érdekében. Lelkiismeretesen teljesítem. Tisztségemet. A magyar nemzet javára. Gyakorlom. Isten engem úgy segíjen. Köszönöm szépen is, jó munkát! Köszönöm. Négyeszám naprendi pontunk polgármester illetményének alpolgármesteri tiszteletdíjának megállapítása. Az önkormányzati törvény, ahogy az előterjesztés is írja, annyiban változott, hogy a polgármester esetében nincs már meg a TORIK határ, hanem az államtitkárok fizetésének 70%-a az illetmény. Ez azt jelenti, hogy itt variációs lehetősége nincs a képviselő testületnek, ez alapján a törvény szabta kereteken belül egy összeg mutatkozik, csak 523.500 forint per hó, és költségtérítésként ennek a 15%-a az jogosultsága, a 78.500 forint per hó szintén törvényben rögzített. Ezzel a minimálbéres polgármesteri ténykedése is befejeződik, hiszen az elmúlt 4 évben minimálbéren láttam el a feladatot, polgármesteri minimálbéren.
előterjesztés alapján a mobiltelefon használatára lennék jogosult, valamint egy táblagép és egy fordozható számítógép van a működtetésemben, ezt továbbra is szeretném használni. Egyben szeretném bejelenteni, hogy bár a képviselőcsoport részéről felmerült a kérdés, a hivatali személygépjármű magáncélú használatára nem tartottam igényt. Úgy gondolom, hogy egyszerűen megoldom az ilyen jellegű feladatokat, ha nincs gépjármű kerékpárral, fut vagy alok másként, illetve természetesen magáncélra a család gépjárművét szeretném használni. Az alpolgármesterek esetében már van tolik határ, 70 és 90 százalék között lehet lőni a főállású polgármester tiszteletdíjának az 50 százalékát, 183.225 forinttól 235.575 forintig terjed, ugyanígy 15%-os költségtérítése lehet számolni meghatározott összeghez képest. Jelen pillanatban most még nem dönthetünk arról, hogy még milyen egyéb juttatásokat kapnának mind az alpolgármesterek, mind pedig a képviselőtársaink. Előzetesen annyit szeretnék bejelenteni, hogy tárgyalunk arról, hogy esetlegesen flottás mobiltelefon mindenkinek legyen, illetve későbbiek során, ha lehetőségeink úgy adják, akkor laptop számítógépet biztosítanánk. A bizottsági tagsági díjakhoz kapcsolódóan annyit szeretnénk mondani, hogy jelenleg nem változtatnánk, hanem maradna az eddigi szint. Egyrészt a költségvetést is át kell tekintenünk, mit enged meg, hogyan engedi meg, tehát a képviselők tisztelet díja alapból 77.300 forint volt, a bizottság képviselő, tehát a képviselő tisztelet díja 77.300, úgyhogy a bizottság tagja akkor 112.100, a bizottság elnökének tisztelet díja 146.900 forint, jelenleg a tanácsnoké is ennyi, de ott a következő ülésen szeretnénk beadni egy már egy módosító javaslatot, hogy a tanácsnak tiszteletdíja az egyezne meg egy bizottsági tiszteletdíja, tehát nem 146.900 forint, hanem 112.100 forintról beszélünk, tehát csökkenés van, és a bizottság nem képviselő tagja, az a külső bizottsági tag 34.800 forintot kapnak. Van egy kérdés az előterjesztéshez kapcsolódóan? Hozzászólás, és akkor szeretném kérni, hogy javaslat hangozzék el az alpolgármesterek tiszteletdíjára alapozóknak, adom meg a szót. Köszönöm a szót, polgármester úr. Az alpolgármesterek javadalmazására vonatkozóan kívánok javaslatot tenni, és ha a képviselőtestület megengedi, akkor együtt a kettőre azonos mértékű javadalmazást javaslok mindkét alpolgármesternek. Mint ahogy a polgármester úr elmondta, a törvény szabályozza a tolik határt, amely az alpolgármesterek juttatását illeti. Ezen belül a javaslatom a társadalmi megbízatású alpolgármestereknek 198.000 forint tiszteleti, és természetesen ennek a törvényben szabályozott 15%, amit költségtérítés szerepel, amely 29.200 forintot jelent. Köszönöm. Köszönöm szépen, van egyéb hozzászólás? Nem látok, kezdődjön a szavazás. Az első határozati javaslat a polgármesternek a juttatására vonatkozik, kérem, hogy szavazzunk. Szépen elfogadta. Második határozati javaslat egységesen az alpolgármesterek esetében 198.000 forint tiszteletdíja és 29.500 forintos költségtérítési díja száma. Köszönöm szépen, elfogadtuk. Következik a bizottsági tagsági helyek szétosztása. Nem titok, hiszen már elmondtam a programbeszédemben, hogy két bizottság a javaslatunk, humánbizottság és pénzügyi gazdasági bizottság. A
tagok vonatkozásában, ugye továbbra is él az a törvény, hogy az a jogszabályok, nem törvény, hogy többnek kell lenni a képviselő létszámának, mint a külsősnek, ezért javaslatunk most az, hogy 3 önkormányzati képviselő és 1 külsős tag legyen a bizottságban. A Humán Bizottság elnöki tisztségére szeretném javasolni Molnár Tündét tagnak, Kántor Katalin, Szatmári Gyulát és Berta Bálintot külsős bizottsági tagnak. Pénzügyi Gazdasági Bizottság élére Talapka Rudolfot szeretném javasolni tagnak, önkormányzati képviselőként Berta Jánost, Simon István külsős tagnak, Urbánné Patkás Mártát. Mint ahogy a programbeszédben említettem, mi azt szeretnénk elérni, hogy minden önkormányzati képviselőnek csak egy választott és fizetett vagy tiszteletdíjas funkciója legyen, természetesen társadalmi munkának annyit dolgozik mindenki, amennyit akar. A másik pedig nyilván ebből a bizottsági felosztásból szeretnénk adni lehetőséget majd a Fidesz képviselőinek is, amennyiben letisztul, hogy akkor kik azok a tagok, akik hosszú távon az önkormányzatnak a tagjai lesznek, és érdemben együtt tudnak velünk dolgozni, valamint a városunk érdekét tudják képviselni, azért ezeket a feltételeket szeretnénk szem előtt tartani a bizottsági helykiosztásánál majd. Van egy egyéb javaslat, illetve kérdés először is. Katalin, parancsolj. Igen, szeretném megkérdezni, azt hiszem most talán hangom is van, hogy a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságban nem látok ellenzékit. Nem ellenséget, ellenzéki. Tehát ezt vegyük egy kritikai megfogalmazásnak, valami ellenzékinek azért illene. Én is így gondolom, Katalin esetleg oda szeretne menni. Nem, ez nem az én szeretetem, vagy nem szeretetem, hanem a Humán Bizottság így velem az ellenzék megjelenik, de a gazdaságban és a Pénzügyi Bizottságban nem látok ellenzéket. Katalinnak teljesen igaza van, de ugye elmondtam az előbb, hogy miért a Fideszén kiderül, hogy kik az állandó tagok. Egyrészt Vida Tamás úrtól kollégáim olyan információt kaptak, hogy összeférhetetlenséget őnek meg tudja szüntetni. Én azt szerettem ki ebből az elmondásból, hogy vissza fogja adni mandátumát. Ugyanezt halljuk Keresztényi Márton úr esetében, hogy mivel a megyei közülésnek tagjai is nincs, ugye jelenleg se, hogy ez szerintem egy pár hét, és akkor erre visszatérünk. Tudunk rajta módosítani a semlegesen. Persze, ezt mondtam. Tehát ez most csak egy átmeneti állapot, én ezt hangsúlyoztam, hogy szeretnénk adni a Fidesz kollégáinak is helyet. El kell indulnunk, várjuk, hogy ki fogja az állandó mandátumot megkapni. Tehát úgy gondolom, hogy nem kell a hovagadunknak a fejünket, tehát tudjuk ezeket az információkat, hogy változás lesz a két hely vonatkozásában. Két személy, nem hely, két személy vonatkozásában. Vida Tamás, parancsolj. Köszönöm a szót. Nekem csak egy kérdésem lenne a Pénzügyi Városgazdálkodási Bizottság. A két bizottság összevonásában még egyet lehet érteni. Azt szeretném megkérdezni, én úgy látom, hogy között a tagok között nincs pénzügyi szakember. Hogy terve van véve az, hogy esetleg egy pénzügyi szakember kerül ebbe a bizottságba, mert elvárnám azt egy pénzügyi gazdasági bizottságra, hogy szakemberekkel rendelkezzen. A gazdasági vállalkozói vonalról azt tudom, hogy vannak tapasztalatok, de a pénzügyi vonalról nem tudom, hogy kinek van tapasztalata, és hogyan kívánja elvárni a bizottságot, ami lehet. Jó? Köszönöm. Én úgy gondolom, hogy a nevezett személyek között több olyan is van, aki már nem kezdő a szakmában, tehát látott már önkormányzati költségvetés, sőt készített is. Aztán például Urbánné Patkás Márta személyében olyan tagot köszönhetnénk, aki hosszú éveken keresztül az egyetlen olyan bizottsági munkát végezte el a kertvárosi szennyvíz begondolás tekintetében, ami végig is ment és elfogadott lett a lakói testület által. És valljuk be őszintén, hogy az a munkahelyi ismeretekkel terhelt volt. Én úgy gondolom, hogy a hivatalnak az apparátusa segítőkész lesz, főleg az első időszakban messze menőkig, hogy el tudjuk látni a feladatot. Tehát én megnyugtatólag teszem azt, hogy mint Talapka úr, mint Urbánné Patkás Márta régi motorosként itt van ebben a bizottságban. Talapka úrnak ugye volt már ilyen bizottsági vezetői feladata. És hát ugye ne felejtjük el azt, hogy valójában ez a két bizottság igazából átfedéssel működött. Tehát azokat a napirendi pontokat korábban is, amelyeket a gazdasági bizottság tárgyalt, a pénzügy is megtárgyalt, hogy mit szóval ez a fajta sokszorosítás szerintem, vagy replikálás
nem szükséges elemei felállászni. Van-e hozzászólás? Nem látok, akkor először a Kubán Bizottság tagjaira szavazunk, elnöknek sorba megyünk, Molnár Tündét javaslom. Köszönöm tagnak, Kántor Katalin. Köszönöm Szatmári Gyulán. Körülben van Berta Bálint igazgató úr. Szeretném megkérdezni, hogy elfogadja a jelölést a bizottság külsős tagjaként. Kubán Bizottság külsős tagjaként elfogadja a jelölést. Igen. Köszönöm szépen. Szavazzunk. Köszönöm szépen a pénzügyi gazdasági bizottság következő talapkarodó felnök. Ha olyan ügy van, amikor úgy gondolja, hogy tényleg vagy ezt a félhetetlenség van, vagy a személyen annyira kirívott adott ügyben inkább mondja azt, hogy nem letartózkodok gombot nyomja, hanem nem szeretne részleni a szavazáson, és akkor ezt érzőkvény tetszik. Jó, következik a két bizottsági tagnak az eskü tétele. Kérem, hogy fáradjanak a kör közepére. Hogy Magyarországhoz és annak alaptörvényéhez hű leszek. Jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom bizottsági tagi tisztségemből eredő feladataimat Dombóvár fejlődésének elmozdítása érdekében Lelkismeretesen teljesítem. Tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. Köszönöm szépen is, jól a bizottságokban. Egyben
arra szeretnék javaslatot tenni akkor, hogy itt már egyben egészítsük ki a határozati javaslatot a tiszteletdíjával, akkor betudtuk, tehát a tiszteletdíja megegyezne a nem a mostani SMS szerinti, hanem a módosított javaslattal, tehát képviselő bizottsági tagi tiszteletdíja, amelynek a összege. €112,100. A feladatra rendkívül alkalmasnak gondolom és találom Tóth Gyula urat, tehát ő a személyjavaslatunk a tanácsnak is. Kérdés van-e? Hozzászólás? Katalin, parancsoljon. Ismételten én vagyok az, aki kérdez. Parancsoljon. Semmi gondom a személlyel, tehát ha Tóth Gyula tökéletesen van most erre, megint nem látom az ellenzék megjelenését, és ezt azért tartom fontosnak, mivel civil szervezetek függetlenek. Tehát ők elvileg teljesen függetlenként dolgoznak. Én ennek az oldalnak ilyenkor már befolyásoltságot érzékelek. Tehát ha megjelenik az egyik fajta szemlélet, akkor meg kéne jelenni a másikon a szabadon gondolkodóknak is a szemlélete. Tehát itt most egy civil tanácsnak oda megy és tanácsokat ad. Vagy adhat, vagy egyáltalán. Tehát az előterjesztés alapján ő jelenik meg a civil keretnél. Tehát ott azért kellene még a másik véleménynek megjelennie. Igen, hát úgy tudom, Katalin ugyan a Jobbikot képviseli, a Jobbik az én értékítéletem szerint ugye egy nemzeti radikális, félkonzervatív párt, hát igazán nem mondható liberálisnak. A Fidesznél meg maga a főnök mondta, hogy liberális politikát folytatnak, mint kezdve. Én úgy gondolom, hogy Tóth Gyula, mint aki egy olyan csoportnak a képviseletében ülik ki, aki kimerjük mondani, hogy a liberális politikát is képviseljük. Tudom, hogy elsődlegesen Dobogának az érdekét tartjuk szem előtt. Tehát innét kezdve ennél alkalmasabb személy erre feladat, hogy szabad gondolkodású személy nincs Tóth Gyulánál. Van egy további kérdés? Parancsoljon a kérdése. Nem kérdés lenne, ezt tovább folytatnám a gondolatomat. A Jobbik egy bejegyzett párt. Én nem hiszem, hogy mint szumó harcos jelentem itt meg, és mint egy radikális képviseletet mutattam eddig. Csak kritikát fogalmazok meg, lehetőleg emberi hangon. Én ezt nem tartom fernek, hogy egy civil szervezetnél egyfajta nézet jelenjen meg. Véleményem lehet, aminek persze, nem kell önnel egyezni. De egyezik. Ön azt mondta, hogy egy szabad gondolkodású személyt kell odarakni a civil szervezetekhez. Én azt gondolom, hogy ennél alkalmasabb személy, erre a feladatra szabad gondolkodásokért, mint Tóth Gyula, nincs. Sem az ön pártja, sem a Fidesznek a képviselője nem egy liberális elvű párt. Ezt ők deklarálták többször. Innét kezdve úgy gondolom, hogyha megfogalmazta, hogy milyen kategóriába kell tartozni a személynek, önök ebből a szempontból kizárták már saját magukat. Én egyet értettem önnel ebből a szempontból. Van-e egyéb hozzászólás? Nincs. Akkor a módosított határozati javaslattal együtt szavazzunk Tóth Gyulára, illetve a tiszteletdíjára. Köszönöm szépen, és akkor tanácsnok úrnak jó munkát. Ennek nem kell esküt tenni, már letettem egy képviselőt. Szociális ellátások megalapításáról szóló rendeletünk módosítása. Van-e kérdés rendelettel kapcsolatban? Hozzászólás. Kérem, szavazzunk. Köszönöm szépen. Költségvetési rendelet módosítás. Igen, tehát először a határozat volt, és utána rendelet. Kezdő vagyok. Költségvetés következik. Kérdezem,
szavukétek ajánlat, hogy akkor van-e szóbeli kérdésítés, hogy akkor... Igen, akkor átadom a szót. Köszönöm a tisztelt képviselő testület. Az írásból ennekhoz képest már kiegészíteni valamit benne, hogy a díszvilágításra el tudunk tenni 2 millió forint helyett 3 millió forintot kérünk elkülöníteni, mert az előzetes vizsgálatok alapján ezt az összeget tartjuk alkalmasak arra érdemes, hogy a díszvilágítással foglalkozni. Mivel meg kell jelölni azt, hogy akkor a kiadási oldalon 1000 millió forint különbözött hol jelenik meg, ezért a programosról egyrészt javasoljuk a képviselőkeretnek a megmaradt összegét erre az átcsoport, ebből eddig a forintot átcsoportosítanak. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, jelentőnek adom meg a szót. Jó. A polgármester úr nem adott szabadságánál kérem a tisztelt képviselőtestületet, hogy hatalmazza fel a jegyzőt az utalványozásnak a felállásra. Ez egy határozott javaslat bővülés lenne, tehát utalványozási joggal ebben az ügyben felhatalmazzuk a jegyzőt. Köszönöm. Van egy kérdés? Hozzászólás? Kérem, hogy akkor eredeti előterjesztésként tegyék az utalványozásos kibővítést a határozott javaslatról szavazunk. Köszönöm szépen, szintén eredeti előterjesztőkre kérem Szabó Péter kollégám által elmondottakat. A rendelettől szavazunk. Köszönöm szépen. Tagok derekállása társulásokba. Írásban mindegyik társulást megjelentettük, kivéve a Római Ötöst. Itt szeretnénk javasolni Berta Jánost, Talapka Rudolfot, valamint személyedet ebbe az izói különbség társulásba. Van egy kérdés? Hozzászólás. Menjünk sorba. Humán, bocsánat, Katari parancsoljon. Igen, szeretném megkérdezni Kis Béla urat, hogy egészségileg hogy áll, mert úgy látom, hogy minden társulásban egy szupermen. Tehát ahogy átolvastam az egészet, Kis Béla úr mindenhol ott van. Nincs álláshalmozás, nincs semmi, de 24 óra van egy napban. Tehát ez csak az ilyen ércelődés, mivel nem látok sehol ellenzéket megint, úgyhogy muszáj. Nem tudom, Katalin, meddig próbálja ezt az ellenzéki mi volt? Nem, mert csak hát most úgy van felosztva. Nem tudom, hogy egy alkotó ülése, nem hiszem, hogy folyamatosan ellenzék, meg nem ellenzéket kéne felosztatni. Ugyanakkor meg ön nagyon rosszul látja, hogy Kis Béla úr minden társadalomban ott van. Bocsánat, akkor tessék elolvasni rendesen azt az előterjesztést. Kis Béla úr valóban a humán társulásoknál ott van, ahol én vagyok, mint póttag jelenik meg, hogy ne legyen abból probléma, mint alpolgármesterként, hogy ha oda megy egy többszörű társulás ülésre, akkor neki lobogtatnia kelljen az én megbízó levelemet. Azok a társulásokba én megyek, ahol oda az én neve van írva, a Kis Béla úr, illetve Vigano Péter úr, póttagok. Nagy valószínűséggel a következő 5 évben, évek múlva fog előfordulni azokon az üléseken. Amúgy meg szép tiszteletdíjat szavaztuk meg neki, méltó feladatot kapott alpolgármesterként, tehát ő nyilván sokkal többet kell, hogy dolgozzon a városért, mint úgymond egy képviselő, aki bizottsági feladatot lát még el, meg a képviselői munkát. Én nagyon örülök, hogy valóban egy ilyen harcszerzés, feladatbíró, stratabíró, régi harcos látja ezeket az ügyeket, de ő nagyon téved, hogy minden bizottságban ott van, póttaként jelenik meg a neve, sok helyen, ahol én vagyok megjelenítve. Alpolgármester úr, parancsoljon. Kedves képviselő asszony, köszönöm érdeklődését, igazán jól esett. Úgy érzem, hogy kérdésségileg jól vagyok és bírom a feladatot. Köszönöm szépen. Tehát menjünk sorba. Első határozott javaslat ugye a humán társulás, ahol Kis Béla akadályoztatás esetén pedig a humán bizottság elnökét, az elnök akadályoztatás esetén a humán bizottság elnök helyettesét
Kell elnök helyettest is választani? Maguk a bizottsági tagok választják meg az első ülésen. Jó, mert a szavazás. Következő a idősebb otthonával kapcsolatos társulásunk, Gyulai Szabcsa a közösen, Kisbéla a képviselni városunkat, akadályoztatás esetleg a bizottság elnöke, annak akadályoztatás esetleg pedig a Humán Bizottság elnök helyettese. Sőt, még az is itt van, hogy az elnök helyettes akadályoztatás esetleg a Humán Bizottság bizottság tisztségében ezt döntő képviselő tagját delegálja, de hogyha az akadályoztatás van, akkor a portás mi? Jó, több célú társulásba is leírtuk meg a szavazást, már nem mondom ezeket. Kapalik, kérem, hogy szavazzon. Következő a Zivobiz, nem a, bocsánat, Szentbiz. Az egyes kötelezettségek teljesítésével kapcsolatban, konkrétan itt a vagyonnyilatkozattétellel összefüggésben kapnak nyomtatványokat, akkor készítettünk egy nyilatkozatmintát arra az esetre, ha összetétetlenség állt fenn, tehát erről is kérjük vissza a nyilatkozatot. Új kötelezettségként jelenik meg, hogy valamennyi képviselőnek be kell jelentkezni a Nemzeti Adó és Vámhivatalnál a közkartozásnak az adózói adatbázisba. Erről is kapnak egy tájékoztatót, amennyiben szükség van segítségre, akkor a hivatal testületi csoportja áll a rendelkezésükre. És még annyi kérdésük lenne, hogy ha van egy nyilatkozat, mint a fogadóra megjelölésére, hogy mikor és hol kívánnak fogadóórát tartani, ezeket a nyilatkozatokat szeretnénk majd visszakapni, és akkor publikáljuk őket megfelelő helyen. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Akkor az első képviselőtestületi ülést ezennel lezártunk. Ez a szünet volt, amit Baltaszab András úr elmondott. Ezzel együtt akkor szeretném szóban összehívni a második képviselőtestületi ülést. A második képviselőtestületi ülésnek egyetlen egy napirendi pontja van. Döntés önkormányzati gazdasági társasági vezetőinek a szabadság kiadásáról. A jegyzőkönyv hitelesítésre szeretnék felkérni Szatmári Gyula urat, illetve Berta János urat, amiben elfogadjuk a személyüket, akkor géppel szavazzunk erről. Köszönöm, meg kell szavaztatni. Köszönöm szépen. Szeretném, hogyha szavaznánk a napirendi pont elfogadásáról. Új jelenlétet kérem körbe küldeni. Mert a szavazás.
köszönöm. A téma személyhez fűződő jogokat érint, ezért szeretném javasolni, hogy zárt ülésen tárgyaljuk meg a környezetet.